tényszerűen tudjuk, hogy minden egyes ember bűnöket fog elkövetni. Bűnös, mert nem tud nem bűnös lenni, és aztán kárhozik és szenved, még az Atya Úristen sem tehet semmit. Etikus dolog ez? Az a lény, aki ezt a rendszert mozgásba hozza, elindítja, megteremti. Jó ötlet az azt a lelket létrehozni arra a sorsra, hogy aztán vágóhídra kerüljön? Az, hogy a modern pszichológia azt állítja, hogy büntetés az mentális károsodást okoz, ez ugyanaz a pszichológia, ami azt állítja, hogy ha azt mondom, hogy én nő vagyok, akkor én onnantól kezdve nő vagyok. Üdvözlet mindenkinek! 2023. április 30-a van, és Szilvai Péterrel beszélgetek. Péter a létkérdések.hu podcastnak az egyik fele, illetve van most már saját. YouTube csatornáit, de ezeket elmondja ő hamarosan, amikor felvázolja, hogy mi is lesz a mai téma. Úgyhogy köszöntök mindenkit itt az Infobaba csatornán, és akkor átadom a szót Péternek, hogy felvázolja a gondolatait, meg bemutassa, mert azt hiszem, hogy új ez a csatorna, ha jól emlékszem, úgyhogy lehet, hogy azt is mm -hmm. érdemes megnézni Igen, majd. Tiéd a szó, Péter. Hello, köszönöm, sziasztok! Igen, a Szilvai Péter vagyok, a Létkeresek Podcast a, a, fő platformom, amit csinálunk, ugye ez egy hitvita podcast, Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on, Deezeren, n és podcasthu n elérhető. Való igaz, most kísérletezem azzal, hogy egy saját csatornát is indítsak. Például a legutóbbi beszélgetésünket azt már oda töltöttem fel. De még egyelőre, hogyha valakit érdekel, akkor sokkal több kontentet talál a Létkeresések podcast-en. Egyébként létkereskedpodcast.hu-n föl van az összes link, amit eddig elsoroltam. Ja, egy újabb, egy újabb beszélgetés, ami az én követőimet majd kirázza tőle a hideg, hogy miért állok veled szóba újra. De de én élvezem, úgyhogy úgy, hogy csináljuk. Egy dolog jutott eszembe, ugye a múltkor szerintem egy tök jó beszélgetésünk volt, és az egyik ilyen nyitott irány, ami, ami, amiben nem mentünk el, de felvillantottuk, az a, ez a racionalitás, irracionalitás volt. És hogy nagyon sokszor hallom azt hívőktől, kvázi fel, így felhánytorgatva az ateistáknak, hogy az, a, a, racionalitást nem mindig tudod használni, mert, mert hogy bizonyos területeken, és a hit az egy valahogy ide tartozik, a, a nem tudom, az irracionalitás az jobb. vagy igazából a koncepciózusan sem teljesen értem. Ö, nagyon érdekelne, hogy, hogy egyáltalán mit értünk ez alatt, hogy, mert amikor én racionalitást mondok, akkor például olyan dolgok foglaltatnak ide, mint hogy ellentmondás, mentesség. Ö, miért jó nekem irracionálisnak lenni, vagy az életednek mely területén alkalmazod még az irracionalitást mint egy vezérlő elvet, és ez, ez, ez hogyan lehet egyáltalán koncepciózusan is jó, pláne a gyakorlatban. Úgyhogy gondoltam, hogy ezt a, ezeket a szavakat így megragadhatnánk, és kicsit beszélgethetnénk róla. Ö, rendben. Én azt javaslom, hogy akkor talán, talán az az a legjobb, hogyha te fölvázolod, hogy szerinted mi az, hogy racionális, meg irracionális, és uh -huh. akkor én prób meg közben én meg fogom nézni a szótárban, hogy mi az, amit jelent az arkanum szótárban a racionális, de talán úgy a, uh -huh. a legjobb, hogyha te magad felvázolod, hogy szerinted mi az, hogy racionális, és akkor abból megpróbálom utána én uh, hámozni uh -huh. hogy mi is az én álláspontom azzal kapcsolatban. Szóval mondjad, uh -huh. hogy mi szerinted, és akkor utána én közben megnézem az el. Sokan sok, sok, mindent mondtak a, a, racionalitásról. Én megpróbálom ilyen nagyon hétköznapi módon megközelíteni, és ez szerintem ennek kulcseleme, amit említettem is, az ellentmondásmentesség. A, a tulajdonképpen a formális logika alapszabályait ide lehetne sorolni, hogy mondjuk ha A egyelő B-vel, és B egyelő C-vel, akkor A egyelő C-vel, meg itt tudom én, ilyen, ezek az ilyen alap, kicsit hát nem is annyira elvont, meg nem is annyira nehéz dolgok, de, de szerintem a, a, a legfontosabb centrális motivuma a, a, racionális viselkedésnek az az ellentmondásmentesség. Tehát, hogyha hogy, 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 hogy például ne, nem lehet igaz egyszerre valami és annak az ellentéte, hogyha itt a, a formális logika alapszabályaiból egyet kell kiemelnem, akkor ezt emelném ki. És ez az, ahol, ez az, ahol nem látom be, hogy hol van egy választásom afelől, hogy én választhatom, a, választhatom az irracionalitást. Mert abban a pillanatban, hogy az irracionalitást választom, és és például megengedem azt, hogy ellentmondásokba keveredjek, például azt mondjam, hogy Isten minden határon túl szerető, de ugyanakkor egyébként ez az özönvíz formájában elárasztja a földet, minden embert, és egyébként teljesen ártatlan állatot is egy szörnyű fulladásos halának kitéve. Hogyha ilyen ellentmondásokat megengedek, akkor utána az ellentmondások kimagyarázása véget újabb és újabb szaltókat kell tennem mentálisan, és, és nagyon rövid úton összeomlik a rendszer. Tehát Aha. E Igazából engem az érdekelne nagyon, és erre, erre gondoltam, hogy megragadom itt az alkalmat, hogy nem te vagy az egyetlen, akitől hallom ezt, hogy hát nem, lehet, nem lehetsz mindig racionális, és a hit az valahogy nem tudom, hogy a, hogy a racionalitáson túl mutat, de a racionalitáson túl az irracionalitás van, ami pedig önellentmondásokat szül, ami pedig már elméleti szinten összeomlik, hogy a gyakorlatban. És nagyon érdekel, hogy, hogy hogyan. -hogy, hogy működteted ezt a rendszert? Hogyan használod? Vagy egyáltalán mit értünk ez alatt? Világos. Én megkerestem ezt a racionalitás definíciót. Ez itt van az, az Arkanum szótárban. A racionális az azt jelenti, hogy egy pillanat, az értelem számára felfogható, az észből eredő, az irracionálissal Ellentétben fogalmakkal kifejezhető. És szerintem, amiről te beszéltél az özönvíz kapcsán, az nem irracionális, hanem csak sim simán egy ellentmondás. És az, az, az nem ugyanaz a, a kettő. Az irracionális úgy tűnik itt, mintha nem is tudom ezt, hogy az értelem, vagy van-e a Bibliában olyan, ami az értelem számára nem felfogható, vagy Attól függ, hogy mit nem jelent solyan. az, hogy észből eredő. Hát nézd, mondhatsz egy példát, de ha az özönvíznél maradunk, ne, nem akarom elvinni a beszélgetést teológiai irányba, mert én el tudom magyarázni, ha valakit érdekel az özönvíznek a teológiája, meg az oka, hogy miért volt az, csak nem vagyok benne biztos, hogy az az, amire vágysz te, vagy esetleg azok, akik ezt majd hallgatják, de az özönvíz esete az nem irracionális, az csak egyszerűen ellentmondásosnak tűnik. És, de, de végtelen egyszerű megérteni, Én csak az, számomra viszont az nem fogható fel, vagy nehezen, hogy azok számára, akik nem hívők, miért olyan nehéz megérteni, hogy valaki, aki szeret, az attól még büntet. Mint az özönvíz esetén. Az özönvízzel nem csak nem... Van egy külön téma az egész hogy az igazság alatt mit értünk? Ugye van egy retributív igazság, meg van egy konzekvencialista igazságrendszer, ami kb. a két ilyen fő igazság modell, ami közül választani lehet. Ugye a retributív azt mondja, hogy az igazság az, hogy ha te rosszat követtél el, akkor valamiképpen rád szenvedést kell adminisztrálni, és akkor valamiképpen ez így nem tudom, kiegyensúlyozza ki a mérleget, ami számomra mindig is egy nagyon abszurd dolog volt. Én nagyon preferálom a, a konzekvencialista igazságmodellt, ami az én értelmezésemben azt jelenti, hogy ha valaki rosszat követett el, a feladatunk az, hogy minimalizáljuk a további rossz dolgokat, ennek a büntetés esetleg lehet egy eszköze, mivel az emberi psziché úgy működik, hogy kondicionálható, hogy ha csináltál valamit, és utána valami fájdalom ért, akkor az agyadba be fog húzalozódni, hogy azt nem csinálom újra, mert újra fájdalom fog érni. Tehát ugye ilyen pavlovi reflexeket ki lehet hát alakítani, de a, a büntetés, mint módszer, az ennek a, 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 az, az e, ennek a koordinátorrendszerében Értelmezhető és, és értelmes, de nem minden, esetben, tehát nem minden esetben az a tényállás, hogy te csináltál valami rosszat, akkor ellened is csinálunk valami rosszat, és akkor ez mindig az optimális megoldás. Tehát nagyon sokszor, ha mondjuk a, a, a gyerekem csinál valami rosszat, akkor ahelyett, hogy észnélkül büntetném, és marhára igazságos lennék, és pszichológiailag összetörném kb., ahelyett inkább tanítom, rávezetem, megmutatom neki, hogy mi a következménye annak, amit csinált, hogy miért rossz az neki, miért rossz az másnak, miért rossz az mindenkinek. Tehát a, tulajdonképpen a konzekvencialista, tehát a, 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 a következmények optimalizálására fókuszáló igazságrendszer, ami, ami bár része lehet a büntetés, de csak, de csak annyiban, amennyiben ez, ez, od, ez azt szolgálja, hogy később kevesebb történjen abból a rosszból, ami történt. En, ennek tulajdonképpen egy részhalmaza ez a, ez, a, ez a retribúciós rendszer, ez a büntetőrendszer, és ö, ilyen formán a, a, büntetőrendszer egy kicsit primitívebb, tehát hogy, hogy beleragad abba, hogy ú, igen, büntetni kell, mert az egy ilyen furcsa, fiktív könyvelést így egyensúlyba helyez, de nem teszi föl a kérdést, hogy oké, okay, de, de tulajdonképpen mi a célja ennek a büntetésnek, mert hogyha föltenné ezt a kérdést, akkor akkor kiderülne, hogy a, a, a büntetés tulajdonképpen egy módosító eszköz, amivel emberek viselkedését a jövőre nézve próbáljuk módosítani, és mint ilyen csak egy eszköz több közül, és nem mindig ez az optimális. Szóval nekem ez nagyon furcsa a, 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 a keresztény vagy isteni igazságrendszerben, és az özönvíz is például ide tartozik, hogy miért ne büntetne. Például azért ne büntetne egy isten, mert na ő például minden képességgel rendelkezik arra, hogy a fájdalom okozás nélkül módosítsa emberek viselkedését. Tehát például, ha a fáraó szívét meg tudta keményíteni, ugyanígy valaki szívét meg tudná puhítani, hogy ne bűnözön az illető. Vagy meg <laughs> tudná neki mutatni, <laughs> Tehát, hogy ki, ki lehet jobb tréner, mint az Isten. Hogyha már egy pszichológiai könyv meg tudja emberek viselkedését változtatni, hogy ne tudná az Isten? Hát még százezerszer jobban meg tudná változtatni, pusztán az, hogy leül vele beszélgetni, azt mondja, hogy figyelj, értem, hogy ezek zajlottak le benned érzelmileg, amikor azt a rossz dolgot csináltad erre ez is ez a megoldás, ilyen technikákat tudok neked javasolni, stb. Tehát, hogy a, én, én egy primitív kornak a beleprojektálását látom ebbe az Isten modellbe, a, aki, aki minden áron büntetni akar. Aha. Értelek, értelek. A probléma az, hogy ez, ez nem így nem így van az írások alapján sem, amiről beszélsz. Az az elgondolás, hogy most ha amiről beszélsz, hogy büntet, akkor megöli az emberiséget az özönvízzel, az azt feltételezni, hogy ő előtte nem próbálkozott semmi más módszerrel, ami nem igaz. Már csak az írások alapján sem igaz, hisz tudjuk, hogy míg Noé építette a bárkát, addig eltelt hosszú-hosszú évtizedek, több mint egy évszázad egyébként, és az alatt ő mindvégig az emberek figyelmét fel akarta hívni erre a, a történésre. Ez az egyik. Még akkor is, hogyha ezt különböző szövegekből akarjuk kiolvasni, ami esetleg nem része a kánonnak, de a ténye nem változtat. De amúgy is mindegy, hisz láthatjuk a teremtő metódusát folyam folyamatosan az írásokban. Sosem az, hogy te rosszat csináltál, ezért halárád és véged van, hanem mindig érkezik. Sőt, a kegyelem az egy nagyon fontos része az írásoknak. Úgyhogy és annál jobban ismered őket, mint hogy azt csak figyelmen kívül hagynád, és azt mondanád, hogy hogyha X csinál A bűnt, akkor az arra azonnal következik az A-nak megfelelő büntetés. Ez nagyon jól tudod, hogy nem így van. Úgyhogy ez, amiről beszélsz, ez, ez, egyszerűen csak az írások alapján sem így van. Ez a, ez a, legfontosabb, hogy értse meg mindenki, aki, aki ezt a gondolatot ismételgeti, hogy minek a büntetés, minek a büntetés. A büntetés elkerülhetetlen a nevelésben. Én, és az, hogy a modern pszichológia azt állítja, hogy büntetés az mentális károsodást okoz, ez ugyanaz a pszichológia, Egyébként, amelyik azt állítja, hogy káromkodni lehet, mert az pozitívan hat a pszichére. Ez ugyanaz a pszichológia, aki azt állítja, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy ő, ő vaknak született volna, és ő nem is tudom, minek hívják ezt trans ébo, vagy valami ilyesmi, akkor azt meg lehet vakítani művi úton, hisz az amúgy is vaknak képzeli magát. És ez létezik, én, én demonstráltam ezt a videóban, megmutattam erről, vannak dokumentumfilmek, hogy ez létezik, ez a dolog. Ez ugyanaz a pszichológia, ami azt állítja, hogy ha azt mondom, hogy én nő vagyok, akkor én onnantól kezdve nő vagyok. Szóval az, hogy a pszichológia mit állít, meg szerintük mi van a büntetése, meg annak a következményével, az engem a legkevésbé sem érdekel, hisz tudom, hogy számos más dologban ostobaság az, amit mondanak objektíve. És zárásul pedig azt akarom mondani, hogy ha megkeményítem a szíved. A fáraós, azt lehet, hogy most ö, le tudjuk rendezni könnyedén, az a kifejezés, amiről beszél, hogy megkeményítem, az hazák, és az azt jelenti, hogy megerősítem. És ugyanezt történik veled, velem, meg mindenki mással a világban. Ő képes felerősíteni azt, ami a szívedben van, úgy, mint egy erősítő. Szóval, ha az arra hajlik, olyan lesz, ha erre hajlik, olyan lesz. És azt nem mondhatja senki, hogy fáraó nem kapott figyelmeztetést, hisz a világ történelem tíz leghíresebb figyelmeztetését kapta, mielőtt megtörtént volna az utolsó csapás, az első szülötteknek az elpusztítása. Szóval nem tudom még mi az, amit csinálni tudott volna azon kívül, hogy a vizet vérré változtatta, meg békákat küldött, meg mindent, és megmondta mindenre, hogy hogy lesz, mint lesz, milyen következményekkel jár az, ha nem hallgat rá. Úgyhogy én abszolút nem látom azt, amit mondasz. És még csak annyit, hogy az az elgondolás, hogy lehet gyereket nevelni, vagy bárkit nevelni a, a fizikális büntetésnek legalább a legalább az árnyéka nélkül, az egy uh -huh. egyértelműen hibás elgondolás, és a világ, ahogy kinéz most, ez demonstrálja azt, uh -huh. ahogyan az emberek viselkednek, meg ahogyan a gyerekek viselkednek. Szerintem amit itt demonstráltál, az a vallásosságnak a, az, a, az, a, a, az a jellemzője, hogy az arányérzék teljesen hiányzik belőle. Tehát. Te egyetértek azzal, hogy lehetetlen, és nem is kívánatos úgymond büntetés nélkül például felnevelni egy gyereket. Tehát, hogy o, 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 főleg mert ezt úgy értelmezzük, hogy, hogy, olyan szenárió gyakorlatilag nincs, hogy soha egyetlen egyszer nem, nem, nem büntetné. Tehát, hogy ebben teljesen egyetértünk, sőt, még abban is egyetértek, hogy jelenleg a világ egy kicsit ez az inga ki van lengve abba az irányba, hogy, Uh, hogy ugye nagyon kevés a büntetés, nagyon, uh, nagyon elkezdtünk odafigyelni a gyerekek lelki világára, ami egy jó dolog, csak mivel ez új, ezért most még ez, ez a túltolás fázisában van, mint minden új dolog általában először túltolásra kerül, az emberiség. Hát mielőtt rájönnek, hogy, hogy, hogy itt is a dózis teszi a mérget, tehát van egy határ, ami már túl sok, és mondjuk fölnevelődik néhány gyerek, aki annyira egy feljogosított állat lesz, hogy rendkívül kellemetlen a társadalomban való létezésük. Szóval bizonyos aspektusával egyetértek, de mondjuk, ha az özönvízről beszélünk, hogy tényleg a komplet emberiséget fulladásos halálnak kitenni, valamint az összes szárazföldi élőlényt, akiknek aztán tényleg semmi közük ehhez, és elmondhatjuk, hogy bibliai szempontból mondjuk nincsen lelke az állatoknak, de szerintem könnyű belátni, hogy szenvedésre képesek az állatok. Olyan fokú aránytalanságot, olyan fokú brutalitást vélek itt felfedezni, hogy akkor, ha szeretnénk végigvinni ezt a gyereket muszáj büntetni analógiát, akkor oda lyukadunk ki, hogy oké, okay, tehát a, a gyerekedet is mondjuk, ha nem is folytod vízbe, bár egyébként bőven mondhatnám ezt is, de mondjuk egy kicsit, ha csak belenyomom a fejét a kád vízbe, az még rendben van. Értetted, hogy ez az analógia nagyon-nagyon veszélyes helyekre vezet. A másik pedig, hogy az egy nagyon érdekes kérdés, hogy azt mondod, hogy Isten próbálkozott, meg hogy, hogy nem mondhatjuk, hogy Isten nem próbálta nem tudom, hatni az emberekre, vagy meggyőzni az embereket. Tegyük fel, van egy ilyen szenárió, ahol Isten próbálja meggyőzni az embereket, de nem sikerül neki. Ezt akkor gondoljuk át egy kicsit. Tehát akkor mi történt? Hogy mi, mi itt a, a, a következtetés ebből? Hogy, hogy ezek szerint akkor Isten... Ö, már bénak és emberi lényeket sem tud meggyőzni valamiről? V vagy miért nem tud? Azért nem tud, mert ő ennyire béna, vagy azért nem tud, mert mondjuk a sátán ennyire erősen munkálkodik az emberekben. Ha ennyire erősen munkálkodik a sátán, hogyha engem megszáll a sátán és felpofoz valakit az én kezemmel, akkor ez egyébként azért, az, az én hibám, engem kell érte vízbe folytani? Vagy engem kell érte a bármilyen mértékben megbüntetni? szóval hogy ez, is, ez is olyan kérdésekhez vezet el, amik, amik nagyon rövid távon alássák a, az Isten karakterinek karakterének a állítólagos karakterét, tehát hogy miket állítunk róla, hogy ugye ő, 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 ő mennyire hatalmas, mennyire mindent tudó, mennyire bármire képes. Vagy ugye ott a harmadik lehetőség, hogy a, mondjuk az emberek szabad akaratukból választották azt, hogy nem hallgatnak az Istenre, mert, mert az úgynevezett szabad akaratuk miatt úgy döntöttek, hogy nekik sokkal kellemesebb bűnözni, akkor felmerül a kérdés, hogy miért kell az embereknek szabad akaratot adni hiszen azt tudjuk, hogy, tehát a szabad akarat az, az csak a megfelelő, a megfelelő karakterrel párosulva érték. Például létezik olyan lény, akinek szabad akarata van és mégsem bűnözik, Ő az Isten. Egy olyan lénynek, aki ennyire fogékony a bűnre, miért adjunk szabad akaratot? Hiszen kizárólag negatív hozzáadott értéke lesz ennek a, ennek a beléjük rakott szabadakaratnak. Tehát akkor megint kinek a hibája az, hogyha mondjuk az emberiség szabadakaratából lett ennyire bűnös? Hát annak, aki egy ilyen emberi természethez hozzákeverte a szabadakaratot, tudván azt, hogy ez a koktél nagyon veszélyes, és konkrétan robbanó, káros elegyet alkot. <laughs> Oké, okay. Értem. Jó, elhangzott megint csak rengeteg dolog. Nem tudom ezt eléggé hangsúlyozni azok számára, azok számára, akik, akik nézik ezt a, a videót. Nyilván a te oldaladon azok az emberek nagyjából be vannak rögzülve arra a látásmódra, amit, amit te képviselsz, amivel nincs is probléma, amit meg én ott, meg nyilván a többség arra, amit én. Bár csak olyan egyszerű lenne, mint ahogy azt, azt, felvázoltad, hogy miért nem csak csinál akkor olyan lényeket, akik azért, mert ez miért olyan nehéz megérteni azt, hogy a szabad akarat az nem létezik akkor, hogyha nem választhatom a rosszat. Akár azért, mert én csak jó vagyok, akár azért, mert nem tudom választani. Ha nem tudom választani a rosszat, akkor nem létezik szabad akarat. És akkor azért lenne most a harc, hogy miért nem teremtett engem olyannak, hogy választhassam a rosszat. Szóval nem tud jót csinálni, ez az egyik. Ami, ami ennél fontosabb, az viszont talán az, hogy Neked is, nekem is, mindenki eldöntheti, hogy csinálja-e azt, ami helyes a teremtő mm -hmm. szeme előtt, és azt tudod, hogy mi hisz, le van írva a Bibliában. Ha nem hiszel benne, annak ellenére, amit ő tett az életedben, meg, amit látsz magad körül, az megint csak nem az ő hibája, hisz ő megtett mindent. Igyekezett hívni, mint ahogy most is, ezen a beszélgetésen keresztül, meg számos esetben a múltban. Szóval a végén úgy ott fog állni te is, meg én is, és akkor majd nem fog tudni senki szólni semmit, mert ott lesz az a végtelen esemény, ami elvezetett volna hozzá, de te nem hallgattál rá. Minden mellett persze lehet, hogy az a lényeg, hogy nem tud olyat csinálni, aki választhat, de a jót választja. És azért nem, mert nem lehet olyat csinálni, mint ő. Megvannak bizonyos kvalitásai, hívjuk Istennek. Istennek megvannak bizonyos kvalitásai, amiket nem lehet reprodukálni, ez a lényege, hogy nem tudod reprodukálni. Az egyik ilyen például az, hogy önmagától létező. Nem tudsz önmagától létező dolgot teremteni, hisz az már tőled származik. Ezt aszeitásnak hívják. Az aszeitás az Istennek az egyik tulajdonsága, egyik legbelső eszenciális lényege, amit nem tudsz reprodukálni. A fia, aki Jézusnak ismer a világ, és azt mondják, hogy ő három, szent háromság egy része, ő sem olyan, mint az atya, nem lehet olyan. Sőt, hogyha bárki érteni az írásokat, akkor rádöbbenhetett volna, hogy neki le kellett jönni ide, hogy végmenjen azon az életen, amin mi, hogy azzá válhasson, ami neki a, a teljes potenciája. Szóval az az élet, amit te tapasztalsz itt, ez szükségeltetik ahhoz, hogy te a spirituálisban olyannál válhass, amilyennek ő szeretne téged. Nincsen ilyen lény, akinek, aki így kapcsolatban van a teremtővel, és szabad akarata van, és nem megy át a, spirit, a fizikális életen. Ha az ő fiának, az ő szavának le kellett jönni, hogy végig menjen rajta, akkor hogy is lehetne az, hogy mi ne menjünk végig rajta. És az az elgondolás, szerintem teljesen abszurd, hogy ne büntesek valakit azért, hogyha rosszat csinál. Én nem értem, hogy ez hogy akarhatja bárki. Nem lehet ilyet csinálni. Lehetetlen ilyen világot létrehoz. Következmények nélkül nincsen tanulás. Ez mindenhol így van. Hogyha azt mondod a gyerekednek, hogy fejezd be a rohangálást a szobában, vagy adok egy pofont neki, hogy befejezze, vagy neki megy az asztal sarkának, és lefejeli. De előbb-utóbb valami probléma lesz, nem? Neked, ha van gyereked, akkor ezzel tisztában, vagy nekem nincs, de tudom, hogy így van, mert én is voltam, az meg látom. Szóval nem tudsz olyan világot kreálni. Plusz a másik az, mi, egy 5 évessel mit fog leállni tárgyalni, vagy egy 6 évesen, hogy... Ó, fiam, hogyha ha megérted azt, hogy apát szavára hallgatsz, akkor majd felnövekedvén egy erkölcsös, morális felnőtt leszel, aki itt majd mindenki szer... Nem érti. Amit ért, az a, a következménye annak, amit csinál. Ha az fizikális, akkor ám legyen. Hm. És én nem is tudnék jobban nem egyetérteni azzal, hogy ez valamiféle lelki törést okoz majd a gyerekekben. Az, hogy milyen bizonyítékot találnak ők, mondom, ők találtak bizonyítékot már mindenre. Többek között arra is, hogy az normális, hogy 13-14 évesek elmenjenek szórakozni hétvégente, ezzel semmiféle probléma nincs, vagy 15-16 évesek ott aludjanak a barátjuknál, meg a barátnőjüknél. Érthető? És ez, ez jó, mert a szex egészséges, meg valahogy le kell vezetni a feszültséget. Ugyanezek a hülyék mondják azt is, hogy a, a fizikális büntetés az mit tudom hogy milyen lelki okoz. Szóval ha már ellentmondásokat keresünk, akkor itt van számos ezek közül, amit, amit uh, állítólag ezek a tudósok uh, felfedezgetnek. De, de végtelen ilyet tudok mondani, hogy ha gondolod. Szóval igen, első ránézése ellentmondásosnak tűnik, de csak azért, mert felületesen ismerik az emberek. És hogyha úgy olvasod, mint egy könyvet, akkor persze, hogy lesz benne számos ellentmondás, amire azt mondod, ahogy lehet ez, meg az, meg az. De ez nem így működik. Szóval én nem látok benne semmi, hogy különösen ebben a történetben, ami irracionális lenne. Oké, okay, térjünk vissza a Jézusra és a, a szabad akaratra. Tehát azt, azt, mondtad, hogy Istennek egyik belső tulajdonsága, hogy önmagától való, például, ez egy, olyan, ez egy példa arra, hogy ő reprodukálhatatlan. Szerintem ez egyébként az égvilágon semmiből nem különbözik, semmiből nem következik ezek, ezek ilyen nagy bemondások, hogy tehát ez pont olyan fentezi világalkotás, mint, mint akármelyik fentezi világ, a gyűrűk ura vagy a mágus. De vegyük például Jézust. Te magad mondtad, hogy oké, okay, Jézus nem önmagától létező lény. Jézus egyben ember is volt. Jézusnak feltételezem szabad akarata is volt. Tehát lehetség. És Jézus bűntelem volt a, 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 a standard teológia szerint. Tehát létezhet Emberi lény, aki függően keletkezik, és aki egyben bűntelen. Uh, innentől kezdve az, hogy szabad ak a szabad akarat beleteremtése szükségszerűen, a rossz választását eredményezi, ez, ez megdőlt az atya szintjén, és megdőlt Jézus, mint, mint részben emberi lénynek a szintjén is. De ha egyébként pedig a szabad akarat szükségszerűen a rossz választását eredményezi, akkor visszatértünk oda, és, és, és egyetértünk remélem abban, hogy a szabad akarat nem feltétlenül egy jó dolog. Tehát e e ezt a kérdést tenném fel, jó dolog-e a szabad akarat? Mi a szabad akaratnak a hozzáadott értéke? Az, hogy te szerinted szükségszerűen emberek olyan dolgokat fognak elkövetni, amelyek e az ő kárhozatukat fogják előidézni. És innentől kezdve egy Isten, amelyik jót akar, meg amelyik az emberekkel szeretett közösséget szeretne, meg amelyik az embereket szeretné az ő országába, ha minél többen lennének, és ott csak úgy topzódna a szeretet, miért tesz bele egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen összetevőt ebbe a koktélba? Nem értem. H Hogy ez? teljesen kontraproduktív, ez egy, ez egy buta ötlet ennyi akkor foghatná Isten, és akkor benyei, beleinjektálhatna még egy hatalmas, mondjuk még a létezőnél is százszor nagyobb gyilkos ösztönt, vagy bármilyen őrült kontraproduktív dolgot. Mi, miért? Nézd, nézd. A, 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 szabad akarat, lé, látj, a Bibliában vannak példák, az atyát kvázi kizártad, hogy oké, okay, ő egy külön kategória, de akkor még mindig ott van Jézus. Van, van példánk arra, hogy a megfelelő természettel párosítva a szabad akarat uh, nem feltétlenül vezet bűnözéshez. A teológiai rendszer szerint. Innentől kezdve ez azt jelenti, hogy szabad akarat plusz a megfelelő természet tök jó. Szabad akarat plusz nem megfelelő természet, amilyen az emberi természet, amit zárójel megint Isten teremtett, nem jó ötlet, rossz ötlet, ne keverd össze ezt a kettőt, mert csak baj lesz belőle. Drága atya úristen, miért keverted össze ezt a kettőt? Világos. Jó, visszatérve az asszaitásra, meg ezekre a fogalmakra, ez filozófiai fogalom, úgyhogy ha a problémád van az asszaitásra, vagy egy nagy, nagy fogalomként, akkor a filozófiával kell ezt lejátszod nem a teológiával, ugyanis ez egy filozófiából származó. Elgondolás, az szaítás. De visszatérvén erre, amit mondasz, csodálkozom, hogy nem érted, vagy bárki nem érti, nincsen igazi szeretet szabad akarat nélkül. Hogyha De egy ezt kicsit ki ki Ennyire azért nincs elmagyar. igazi szeretet. De nem túl sörrel való meghívás de, nélkül. de sejjék meg az isten. Hogy... Sörre, tehát akkor nem szeret? Tehát, hogy ezek ilyen bemondások. Az hol, hol? Nem, 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 ezt. Mindjárt elmagyarázom neked, hogy miért nem, és meg fogod érteni, én biztos vagyok benne. Szerinted te szerelmes tudsz lenni egy robotba? Vagy egy robot tud téged szeretni? Hmm. Hát ez, ez nagyon mélyre visz. inkább nem, belemegyek a játékban mondjuk, hogy nem. Szóval, ha belementél a játékba, akkor viszont el kell fogadnod, hogy a különbség az ember meg a robot között az, hogy a robot be van programozva, és azt csinálja, ami be van, ami be be van programozva, az ember pedig választhat. Azért szeretek valakit, mert olyan döntéseket hozunk közösen, hogy az közelebb visz minket egymáshoz. Mm -hmm. Azért, érted, mert hogy... í, úgy akarjuk, hogy... Bocsánat, úgy azt akarjuk. Érted ezt? Hajlandók vagyunk áldozatokat hozni a másikért amire egy robot nem képes, egy robot nem tud áldozatot hozni, mert ő csak azt csinálja, amit beprogramoztál. Ezért, szóval az igazi, tehát itt van, hogy az igazi szeretethez szükség, jó, a bibliai szeretethez, amire gondolsz, az érzés belül, meg ezek, az egy világi dolog. A biblia által megfogalmazott szeretethez nélkülözhetetlen a szabad akarat. Ez végtelenül egyszerű. És érted, nem a szabadakarat a... a bajom? De, Semmi de az bajom az az a szabad akarat erőpony. létezésével. Egy magában. Azzal van bajom, hogy a szabad akaratot milyen természettel párosítod. Mert az Istennek is van, az atyának van szabad akarata. Jézusnak van szabad akarata. Mind a kettő egy bűntelen lény a teológia szerint, és ö, teljes joggal ö, hesszelnek a mennyországban. A, az emberi természet az egy olyan természet olybá tűnik, hogyha a szabad akarattal vegyíted, szükségszerűen rossz dolgok jönnek létre, bűnözés lesz, és rengeteg kárhozat lesz, ami senkinek nem jó, az Istennek se jó. Azt mondják a vallásosak, hogy Isten nem örül annak, hogy mennyi ember elkárhozik. Tehát a, nem a szabad akarat létezésével van a problémám, hanem az, hogy a szabad akarat a megfelelő természettel párosítva jó dolog, és azt a természetet Miközben azt mondja a vallás, hogy Isten a saját képére teremtette az ember, de valójában az emberi természet teljesen más, hiszen láthatjuk, hogy ha az Isten természetét szabad akarattal vegyítem, minden oké, okay, vagy Jézusét, ha az ember természetét szabad akarattal vegyítem, katasztrófa lesz. Tehát a, 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 Igen, a, kettő, a kettőnek a párosításával van a problémám. A, ez az Isten, Jézus, meg ez a két dolog. Istent kihagyhatjuk ebből az egészből, mert ő hozzá nem tudjuk magunkat hasonlítani abban az értelemben, hogy azt valószínűleg mindenki érti, mind a két oldalon, hogy olyan csak egy van. Azt viszont nem biztos, hogy, szer hogy az én meglátásom szerint a karakter Jézus az micsoda. Mint ahogyan írja az írás ő Elohimnek a szava, János első fejezet ezt egyértelműsíti, hogy a karakter Jézus az, az a teremtőnek a szava, és aztán emberi formát öltött a, a, a szent lélek közreműködésével egy emberen keresztül. Úgyhogy az egy speciális karakter. Azt nem tudod hasonlítani száz százalékig magunkhoz. Amiben tudjuk hasonlítani az az, hogyha valaki követi azt, amit ő mondott, a szó, a szava, és vele van a Szentlélek, ahogy vele volt, mikor itt volt, akkor az mindig jót fog választani, és erre megvan a lehetőségem nekem, neked, meg mindenkinek, aki ezt hallgatja. Hisz tudjuk, hogy mi az ő akarata, azt ő beírná a szívünkbe, ha szeretnénk, és megadná nekünk az ő szent lelkét, hogy az vezessen minket. Szóval nem vagyunk pontosan olyanok, mint az ő szava, de az azt reprezentálta, hogy egy tökéletesen őt követő ember képes bármire itt a Földön, akár bűntelenül élni. Ez az egyik. A másik az, hogy ha. Mindegy, hogy milyen törvényeket hozó valami rend kell, hogy legyen a világban. Nem szabad, nem engedheted csak, hogy szabadjára az embereket. Úgy, hogy szabad választási lehetősége legyen. És nem tudod jónak teremteni őket, mert lehetetlen, mert választhatnak. Én nem értem, hogy ez miért olyan nagy akadály, amin át kell másznunk, hogy, hogy megérteni azt, hogy ha választhatsz, akkor lesz olyan, aki a rosszat választja, és kész. Nem tudod megakadályozni ezt, akár mit csinálsz vele, és ő sem tudja. És azt mondani, hogy ő gyenge azért, mert nem tudod beszélni az özönvíz előtti emberekkel, nem tudsz beszélni az emberekkel azért, mert nem akarják cselekedni azt, ami helyes, hanem Egyszerűbb a fizikai létnek, a testnek engedni. És amikor azt mondtad, hogy ha nem is tudom, milyen példát hoztál, hogy sátán felbújt arra, hogy akármit csináljál, az a te hibád. Te fogod vállalni azért a következményeket, mert te engedted be azt az erőt, az elmédbe azzal, hogy úgy élsz, úgy viselkedsz és úgy gondolkozol, ahogy nem muszáj az internetet böngészni és nézni a nőket, ahogy táncolnak vagy online kaszinóba játszani, vagy elmenni bulizni hétvégén, vagy a, a drogos haverjaimmal ülni egy asztalnál. De ha ott vagy, akkor vállalod a felelősséget azért. Szóval, hogy lehetne egy ilyen világot kormányozni anélkül, hogy egy, legyen büntetés, kettő, meg legyen szabad akaratod, és mégse válasz soha azt, ami rossz. Azt mondd meg nekem, hogy miért Választja az ember a rosszat szabad akaratában, és miért nem választja az Atya vagy Jézus a rosszat szabad akaratában? Világos. Azért nem választja az Atya a rosszat, mert ő az, ami jó. Ő csak egyszerűen ellentétes azzal, ami neki nem merül fel benne az. Őt nem lehet kísérteni ezekkel a dolgokkal. Ő nem vágyik ezekre a dolgokra. Ő Tehát... csak egyszerűen maga. Ez ugyanaz, ugyanazt mondod, mint én, hogy tehát a megfelelő természettel párosulva a szabad akarat teljesen oké. Okay. Tehát létezhet olyan szabad akarattal rendelkező lény, aki egyben egyszerűen csak nem választja a rosszat soha. Hogyha lé... ez tehát, ezt, ezt, ezt ezt megalapoztuk, ezt kielentettük, bemutattuk, hogy a szabad akarat és a bűntelenség összefér. Létezhet ilyen lény. Igen. Isten. Meg az viszont ő szabad, azt, is, az viszont ő azt is mondod, hogy Isten képtelen olyan másik lényt teremteni, akiben szintén összefér a szabad akarat és a bűntelenség. zárója Jézus ezzel alapból kivétel, tehát azt is, szerintem Jézus arra példa, hogy létezhet olyan emberi lény is, akiben a szabad akarat és a bűntelenség egyesül. Csak ő nem volt ugye száz százalékig az az emberi lény, amik mi vagyunk. Ő a teremtő szava, és hogy miért nem okay. tud másikat terem, teremteni? Azért, mert csak egy szava lehet valakinek. Tehát, tehát valahol az univerzum szövetében létezik egy törvény, azt mondod, mi szerint lehetetlen olyan lényt teremteni, aki nem isteni lény, akiben a szabad akarat és a bűntelenség egyesül. Így van, ez így van, ahogy mondod. Ezt a, törvény, ezt, ezt a törvényt kialkotta? Olybá tűnik, hogy Isten alá van olyan... rendelve ennek a törvénynek. Azt hittem, De hogy senki Isten nem. az mondta. univerzum és a törvények teremtője. De, de attól függetlenül nem mondta az senki, hogy ő nincs alárendelve a saját törvényeinek, Tehát vagy nincs isten Isten hozta létre azt a törvényt, miszerint nem isteni lényben nem egyesülhet a szabad akarat és a bűntelenség. Nézd, ez egy, ez egy nem is tudom, axiómának hívják ezt a törvényszerűséget, ami csak egyértelmű, lehet, hogy hülyeséget beszélek. De például a szabad akarat az egy ilyen dolog. Hogyha ha van egy törvény és van szabad akarat, abból az következik, hogy lesz, aki meg fogja azt szegni. Ezt nem tudja megváltoztatni ő sem. Érthető? Szóval alá van rendelve bizonyos De úgy tudtam, hogy kezdetben nem vala semmi, és Isten hozta létre Ától Zig, Alfától Omegáig az egészet. Ezt Így a törvényt van. is, akkor ezt a törvényt is neki kellett létrehoznia. Senki más nem szóval volt ott előtte, aki, aki ezt a eléggé ezt káros törvényt létrehozta volna. Ezt nem kellett létrehozni, ez ez a természeténél fogva az ő a bűn és a az igazság, az igaz viselkedés, a szeretet, a bűn, a jóságnak van egy ellentéte, aztán kész. Az, azok nem, olyan, mint a sötétség. Hogyha nincs fény, akkor sötétség van. Nem kell létrehozni a sötétséget, okay. hát a sötétség van. Ha viszont ez egy ennyire erős törvényszerűség, hogy kvázi Istennek is az ő teremtő munkássága során adottság, akkor milyen alapon kéri számon az embereken ennek a következményeit? Már maga az Isten is, csak kvázi elszenvedője annak, hogy ez a törvény valamiért létezik, valahogy az a valóság szövetébe bele van implementálva. Hát a csóró kis ember, aki meg milliószor, milliószor kisebb, mint az Isten, az aztán végleg csak elszenvedője ennek. Ez hallgathatsz, nem mondja mi, senki. A, mi a produktív értéke annak, hogy e ezek után akkor én majd jól megbüntetem az embereket? De nem az a lényeg, hogy megbüntetem. Én elmagyarázom az előbb, hogy nem tudsz szeretetet létre, nem tudsz szeretetet tanítani valakit szabad akarat nélkül, ez csak ez annyira egyszerű feladat. Akkor viszont, ahogy ha a szabad akarat meggyansz. egy ennyire. Hogy, hogyha, okay, te vala, akkor el akarom érni ezt a szeretet dolgot. Ez a, ez a célfüggvényem. Isten vagyok, szeretetet akarok maximalizálni. Én is, én magam is vagyok a szeretet egyébként, és ez nekem fontos. És olybá tűnik, Igen. hogy van egy, van egy törvényszerűség, ami felettem is áll, mi szerint a szabad akarat ehhez egy nélkülözhetetlen összetevő. És a szabad akaratnak a... egyébként vannak mellékhatásai, hogy bizonyos emberek ennek hatására bűnözni fognak. Most megint csak az van, hogy oké, okay, akkor én, mint Isten, hozok egy döntés. hogy oké, okay, mérlegelem, mi, mi a nagyobb, hogy, hogy tudod cost-benefit, hogy mi az ár, mi a, mit veszítek, mit nyerek rajta. Ez a szeretet nekem annyira fontos, hogy ha a szeretet koktéljába muszáj belekeverni a szabad akaratot, és ezáltal a bűnt, akkor inkább belekeverem. Akkor ez megint az én döntésem. Tehát, hogy ezek után számon kérni a koktélomon azt, hogy hé, te egy kicsit keserű vagy, mert bűn is van benne, de hát én kevertem bele, könyörgöm, mert én úgy döntöttem, hogy ezt a koktélt akarom, ez nekem nagyon. Hát tudsz fontos. Más, Kock, te ez nem is pláne, nem is tudok. Akkor még az Istennek. Tehát én azt mondom, hogy az Isten hibája, de lehet, hogy még neki sem. Tehát, lehet, hogy senkinek sem a hibája, de ha senkinek sem a hibája, akkor miért találjuk magunkat egy olyan univerzumban, ahol emberek milliárdjai elkárhoznak? Hát, de ki mondta, hogy választák a rosszat? Csináld a jót és éj. Válaszd a jót és éj. Easy! Nem mondta senki, hogy lopni kell, vagy bankot rabolni, mégis börtönbe zárjuk az embereket. Nem mondta senki, hogy házasságot kell törni mégis? el megcsinálják az emberek. Nem hát mondta senki, adta, hogy részeges. De, de, de hát ki? Hát, az a szabad, akarat, találta, a ki? szabad akaratot. Visszafordítom a kérdést. Miért? Szerin, szerinted miért? A, a szabad akaratot táplálja egy bizonyos természet, bizonyos vágyak. Biz... Te választhatod például a vágyaidat? Az, hogy föl kell benned egy vágy, hogy valakibe szerelmes leszel, vagy, 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 annyira éhes vagy, hogy inkább uh, ellopod valakinek a tárcáját, és az abban lévő pénzzel veszel kenyeret. De én nem csinálom ezt. Uh, értem, csak hogy... Uh, Meg se. Tehát, hogy a, a, szabad akaratot, a szabad akaratba egy input a te, a te természeted és a te vágyaid. Tehát mondom, már, már, már lefektettük azt, hogy szabad akarat tud létezni Uh, szabad akarat és szeretet is tud létezni uh, bűnözés nélkül. Hiszen Istenben létezik akkor Azt kez... akarod, hogy mindenki egyforma legyen, és mindenki ugyanazt akarja? Miért? De ez nem igaz. Ez, ez egyszerűen nincs így. Ez korábban is utaltál rá, hogy, hogy hogy a szabad akarat nélkül nincsen, tehát hogyha szabad akarat van, akkor mindenképp bűnözés lesz. Egyébként a, a bűnözés nélküli terület hatalmas nagy. Tehát, hogy én rengeteg döntést tudok hozni, rengeteg jó cselekedet van. Én, 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 én millió, gyakorlatilag végtelen dolgot csinálhatok szabad akaratomból, úgy, hogy közben egyébként a bűnözés területére nem léptem rá, mert a nem bűnözésnek a területe hatalmasan széles. Így van, alátámasztván azt, hogy ez a rendszer ezt tökéletesen ki van találva. Válaszd a jót és én. Szóval most te vagy az, aki meg, meg, megmutattad azt, hogy hogyan kell egyszerűen csak csinálni azt, ami helyes, az kész. Egyszerű. Okay, de, és de a miért, másik. Az... Miért keletkezik bennem, vagy az emberekben általában? Te, te mondtad, hogy a szabad akarat szükségszerű következménye a bűn, gyakorlatilag, hogyha egy emberi lénnyel összepárosítod. Ez, ez miért van? Ha ez egy olyan Miért törvény, van? amit Isten hozott, akkor Isten hibája. Ha ez egy olyan törvény, ami Istennél is fölötte áll, akkor senkinek sem a hibája, viszont akkor senki sem számon kérhető. Tehát nem nagyon látok olyan fordítot, nem, ez törvény, nem igaz, az ember ez ezért a... erkölcsileg számon kérhető. Ezt non sequiternek hívják, amikor, amikor nem úgy, a következtetés nem helyes abból, amit, amit állítasz. A szabad Aha. akaratból nem következ, az, hogy te nem vagy felelősségre vonható. Válaszd a jót, és élsz. Szóval a felelős nem kell, nem kötelező választani a rosszat. Mint ahogy elmondtad az előbb, hogy te tudod választani a rosszat, gigantikus terület áll rendelkezése, mellesleg ez az elgondolás szerepel a Bibliában, Dávid az, aki megfogalmazza a Zsoltárban, hogy tágas úton járok, mert a te törvényedet követem. Ami egyezik azzal, amit mondasz, ami csak egy hívő számára alátámasztja azt, hogy ezek az alapvető igazságok az ember számára rendelkezésre állnak. Válaszd a jót, és akkor nem kell a következményektől tartanod. Ő nem akar büntetni vagy pusztítani téged el. De őt is kötik bizonyos törvények. És én nem mondtam azt soha, hogy Isten akármit megtehet. Nem hazudhat, nem lophat, nem csalhat, és nem is tévesztett meg, nem szegheti meg a saját törvényét, meg egy csomó más dolog, ami esetleg az én elmémnek még most túlságosan sok. Érted? Ez, úgyhogy ez csak te vagy az, aki alátámasztod most pontosan a, a pontot, amit nekem kellene megfogalmazni. Válasz a jót, és éj, nem lesz probléma. Ki az, aki hibás azért, hogy, hogy megszegi a törvényt? Ő? De figyelj, azt mondtad, hogy Hoztad a robotos hasonlatot, amit sok hívő hoz. Igen. Ilyen értelemben akkor Isten is egy robot? Most akkor vagy az van, hogy Isten is egy robot, mert a szabad akarat a korlátozó van, nem, nem hazudhat, nem ölhet, amúgy ölhet simán, de értele, nem, 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 gyilkolhat. nem Okténként gyilkolhat. Nem gyilkolhat, igen. Tehát, hogy Isten egyébként érdekes, hogy konkrétan Istennek kevesebb szabad akarata van, mint az embernek, mert Isten természetéből fakadóan egy csomó mindent nem csinálhat. Nem is de hogy, de hogy a, a, a robot hasonlat nem áll meg ott, hogy Isten egy, egy hasonló képpen, Istenben összeegyeztethető a szeretet, és az, hogy egy csomó mindent nem tehet meg. Isten kvázi semmi más nem tehet, mint szerethet a teológia szerint, hiszen ő maga a szeretet. És Mondtuk. mégsem fokozzuk le azt, hogy oké, okay, akkor Isten kvázi rá van kényszerítve a természete által, hogy szeressen. Tehát Isten maga ez a robot, amik mi nem akarunk lenni, hogy mondod, hogy hát ah, de, hogyha, uh, hogyha egy... Uh... De én akarok lenni. Én akarok lenni olyan, aki nem választja a rosszat, ne. Oké, okay, de, de... Ezt csinálod a, 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 a társadalomban minden nap. Azt, azt mondtad, hogy... hogy Kvázi értéktelen egy olyan embernek a szeretete, vagy az nem is szeretet, akinek nincsen szabad akarata, mert ő csak egy robot. De tulajdonképpen Igen. ugyanezt írtad le utána Istenről, hogy Isten egy csomó mindent nem csinálhat. Ilyen szempontból akkor Isten is egy robot, ő egy szeretett robot, ő, ő konkrétan ő csak akarsz. azt tudja csinálni. Nem egészen. Azért nem tudja, mert azért nem akarja? Nem, azért, mert ő nem egy teremtmény, szóval most összekevertünk kettő különböző kategóriát, az egyik a, a teremtő, a másik meg a teremtmény. Én azt mondtam, hogy nem lehet létrehozni olyan dolgot, amelyiknek uh -huh. van szabad akarat a és, okay. és ugyanakkor mindig a jót választja. Ő nem tartozik bele ebbe a kategóriába, de ő nem is kísérthető ezzel. Ő egy tökéletes lény, fogalmazza. akkor így. összességében egy olyan univerzumban élünk, amiben Oké, okay, egy Isten teremtette, vagy Isten öröktől fogva létezett, vagy ugye nem függő létező, aztán létre, létrehozta az embereket, valamilyen még rajta kívülálló törvényszerűség miatt is, uh, egyszerűen az embereknek muszáj, minden létező, minden lehetséges világban az embereknek muszáj uh, bűnöznie és elkárhoznia. Tulajdonképpen azt nem, látom, hogy nem, itt, nem itt, 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 mind, itt mindenki áldozat. Hát persze, a mai világban úgy tűnik tényleg, hogyha körülnézünk, hogy mindenki áldozat, de még áll, is azt, azt Isten is áldozat itt. Azt állítja magáról. Isten létrehozhatta volna tényleg a saját képére az emberek. De nem lehet. De nem lehetett. Igen, Isten ugye, ott nem, hát, hogy ú, annyira szeretnék tényleg hozzá hasonló, mint ő nem tud Merő, merő szeretet kis gombócokat létrehozni milliárd számára, de basszus, itt ez a törvény nem engedi. Ú, te nehéz akkor inkább csak azért is megcsinálom az embereket, igaz, hogy 80 uk el fog kárhozni, de Szerintem annál ő... nagyobb száz. Hát de nézd, azt csinál, amit akar, nem? A lehetőség adva van számodra, hogy válaszd a jót. Ne, én nem értem, hogy mi, és amúgy nem, nem is lennél, hogyha ő nem teremtett volna. Úgyhogy ez lenne az egyik, amit megköszönhetne mindenki, hogy egyáltalán létezik. Éld az életed úgy, ahogy akarod. Választhatod a rosszat, igen, a végén megbüntet, aztán elpusztít, aztán viszlát. Éltél 60-70 évet úgy, ahogy te választottad, megkapod a büntetést, és ahogy mondta, elpusztítja a lelket a második uh, halákor a tűzben. Szóval nem értem, hogy mi a gond azzal. Hogyha akarod élvezni az életet itt, élni úgy, ahogy te szeretnél, vagy aki nézi úgy, ahogy szeretne, hé, éljen úgy, ahogy szeretne. Nem gátol meg benne senki, de annak vannak következményei. Akkor ez az ha egész beszéljük... rendszer viszont a, izé, a, a, amorális. Tehát ez, ez sem morális, sem nem immorális ez a rendszer. Ez egy olyan rendszer, ami még az Istenen túlmutató törvények szerint működik. Ja, volt egy Isten, aki csupa szeretett, megteremtett embereket, akiknek szabad akaratot adott, ebből egy törvény miatt szükségszerű, hogy ők bűnöznek, ők elkároznak, egy idő után kapnak egy büntetést, meghalnak. Akkor miről beszélünk? Ennek semmilyen morális tartalma nincs. Ez az egész annyira egy, egy szükségszerűségen alapuló ilyen robotikus rendszer, hogy akkor, akkor hol, hol van itt az etika, meg a morál? Egyáltalán. Úgy látom, mindenki csak törvényeknek alárendelve teszi, amit tud, kvázi, és egyébként az egész viszonylag katasztrofális, mert az emberek 80 vagy még több százaléka egyébként elkárhozik, ott elég rossz lesz nekik egy ideig. Előtte meg mondjuk 60-70 évet éltek, reméljük, hogy viszonylag élvezték köszönjük szépen, ez volt a műsor, meghajolunk, függöny, lemeltünk haza. És akkor... De ez a létező. <laughs> szóval mit tudsz csinálni? Ez a lé... ha, ne, ha nem, ter... az másik alternatíva az, hogy nem létezel. Én nem tudom, hogy milyen teológusokkal, vagy akárkikkel, vagy akárkiktől tanulják az emberek a, az írásoknak a, a tartalmát, illetve bocsánat, tudom, tisztában vagyok vele, úgyhogy megértem azt, hogy ilyen, ezen a területen ilyen fokú homály uralkodik, hogy nem tudják értelmezni azt, ami le van írva, és nem is hibáztatok senkit, mert azt gondolni, hogy ez egyszerű lesz, az, az téves. De nem hiszem, hogy még akár a legelvetemültebb keresztény teológusok is azt állítják, hogy Istennek nincsenek korlátai, miközben uh -huh. egyértelmű, hogy vannak korlátai. Nem azért, mert valaki ő rá ezeket rá erőltette ezeket a korlátokat, hanem nem létezik világ törvények nélkül. Semmilyen világ nem létezik törvényszerűségek nélkül, és őrá is vonatkoznak bizonyos törvényszerűségek. De az ember nem is lenne, hogyha nem teremtette volna. És a másik, ami érdekes számomra az az, hogy nem okoz problémát számodra navigálni a világba úgy, hogy ne szegd meg a törvényeket olyan módon, hogy az káros hatással legyen rád. Legalábbis így ránézésre úgy tűnik. Hiszen szabad vagy, relatív kényelemben élsz, ami azt jelenti, hogy a világ törvényeit számodra nem okoz problémát megtartani. Szóval miért okoz problémát az ő törvényeit megtartani? Azért, mert az ellenkezik azzal, amit szeretnél, amiről azt gondolod, hogy az számodra jó lesz. Hogyha szabad lábon vagy, és semmiféle eljárások nem zajlanak ellened, az azt jelenti, hogy több száz millió törvényt meg tudsz tartani. Amerikai jogrendet, adó törvényeket, CREST, Facebooknak a törvényeit, uh -huh. meg a Youtube-nak a rendjét. Érted? Uh -huh. de, de miért okoz problémát az ő törvényeit megtartani? Miért olyan nagy dolog, hogy van egy nap, amit ő magának akart? Miért olyan nagy dolog, hogy, ho, hogy azt csináljuk, amit ő mond? Uh -huh. Azért, mert van bennünk egy lázadás. Ez az, ami fáj az emberek többségének. Legábbis én ezt uh -huh, uh -huh. tapasztalom, meghallom. És szerintem erről érdemes beszélni, hogy azt mondtad, hogy mi szeretnénk például kellemesebb a, tudom én, a testi elvezetekre hallgatni, vagy dolgok, amiket szeretnénk, dolgok, amikre vágyunk, valamint dolgok, hogy, hogy a, amik ellen lázadunk. És nem az egyetlen hívő vagy, aki ugye ezeket mondja. Na most szerintem erről érdemes beszélgetni, hogy ezek hogy kerültek belénk. Miért szeretném én azt? Miért vannak azok a vágyaim? És miért van bennem egy lázadás? Mindig imádják az orrunk az alá dörgölni, hogy az ember egy akkora lázadó, és a törvények ellen fellázadt, és akkor az Isten ellen fordult. Az, a, a, a lázadásra vonatkozó vágyam honnan jött? A, 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 az, hogy szeretnék, hétvégén elmenni zenére táncolni, ez a vágyam honnan jött? Test. A test szeretne menni. Oké, és a testet honnan kaptuk? Mert És érted, hova akarok kiukadni, hogy szerintem ez mind is neked. Így van, de ezt mondtam neked az elején, ha az ő szavának le kellett jönni, emberi testben ahhoz, hogy megtapasztalja ezt az életet, és eljusson arra a teljességre, ahova eljutott, hogy örökölhessen mindent, az azt jelenti, hogy ez a fizikális lét egy teremtett lény számára, aki olyan akar lenni, mint, mint Isten. Nem, mint az angyalok, az angyalok egy más kategória. De aki olyan szeretne lenni, mint, mint Isten, akkor annak le kell jönnie ide, hogy megtapasztalja ezt a fizikális létet. Azért, mert itt mi nem vagyunk az ő közvetlen közelségében. Az angyalok ott vannak, úgyhogy ez egy külön kaszt. Ők tudják, hogy ő létezik, ők látják, hogy ő létezik. Te nem látod. Világos, hogyha akarsz egy olyan dolgot, amelyik szeret, de úgy, hogy hisz is egyúttal, annak meg kell tapasztalnia egy másik dimenzióban az életet. Szóval a fizikális lét az egyáltalán nem csak úgy van, mint ahogy szeretné gondolni a többség, hogy ó, az ember az egy testbe zárt szellemi lény, és akkor ez csak itt ezt a néhány évtizedet lehet tengi, lengés, és akkor utána majd visszatér. Nem, a fizikális lét az nagyon fontos. És tisztában vagy azzal, nem tudom, hogy edzel, vagy de, de úgy néz ki, hogy relatíve fit vagy, szóval valamit csak csinálsz, hogy ne legyél 250 kiló. Ugy, ugyanúgy az, az, a, a, az igénye valamilyen fegyelmet, nem? Hogyha Én is akarok zabálni egész nap csokit, meg az ágyba dögleni, és nem csinálni semmit. Miért nem azt csinálom? Te miért nem azt csinálod? Miért nem mindenki gazdag akkor? Azért, mert minden, amihez szükséges ez a lemondás, az áldozat, az egy értékes dolog. És ez így van vele is. Csak csináld azt, ami helyes, és akkor a közelségébe tudsz kerülni. Nem az ő hibája az, hogy az emberek akarják csinálni mindenféle ezeket a hülyeségeket. De a válasz a kérdésedre az, hogy szükséges ez a fizikális lét, ennek a korlátai, a testnek a vágya, hogy legyen valamit leküzdeni, áldozatot hozni, és úgy demonstrálni a szeretetemet. Nem csak mondani, hogy jó, oh, igen, nekem Jézus a mindenem, meg Ámen, meg Halleluja, mint amit a keresztények csinálnak. Én ezt teljesen értelmetlennek tartom. Tehát ez, ez nekem ahhoz hasonlít, mint amikor emberek azt mondják, hogy azért van a rossz a világban, hogy értékelni tud a jót. És így. Ez így van? What? így értem. Tehát így tudom érteni, ha nagyon akarom, de. De könyörgöm, Istenről beszélünk. Tehát, hogy Isten, tulajdonképpen egyetértek azzal, hogy a fizikai világból származik gyakorlatilag minden probléma. Gyakorlatilag minden. Uh, én nagyon hiszek abban, hogy alapvetően kétféle érzelem létezik. Az egyik a szeretet, a másik pedig, ami ennek az ellentéte, érdekes módon nem valami utálat, vagy gyűlölet, vagy ilyesmi, hanem a félelem, és hogy utána minden más érzés az ezeknek a kombinációja és tünete. És, és abban is hiszek, hogy minden félelem így vagy úgy, de visszagyökerezik az anyagi világba, abban, hogy, abba, hogy mi anyagi lények vagyunk egy anyagi univerzumban. Uh, Ilyen formán akár, hogyha most felveszem a hívő kalapomat, azzal is egyet tudok érteni, hogy, a, hogy minden bűn az anyagi létezésben gyökerezik közvetlenül vagy közvetetten. Viszont megint ugyanoda lyukadok ki, hogy oké, okay, miért kellett egy anyagi dimenziót egyáltalán létrehozni? Isten, hogyha szeretnél szeretetet és, és más lényekkel szeretett kapcsolatban lenni, Szépen beteremted őket oda a Mennyországba, ott van már is több milliárd, vagy végtelen, és kész. És én jól értettem az előbb, hogy te házas vagy? Vagy, nem, vagy legalábbis. Nem, házos. nem. jó. Mert, mert gyerekedről beszéltél, de akkor mindegy. Ja, nem az fiktív, oh, vagy így. Jó. Érted? Ja, értem, jó. Szóval, honnan tudod, hogy egy nő szerettégen? Honnan tudom, hogy bárki szeret engem? Ak Na, a viselkedéséből. Bárki. Ezt, ezt most lehetne bontogatni végtelen rétegig. De milyen viselkedéséből? Például. Hát nézd, ugyanúgy tudja ő hát, is, figyelj. hogy szereted-e vagy nem. Amikor választani kell kettő közül, akkor azt választod, hm. ami neki jó, ami szerinte jó, és ami közelebb visz hozzád. Hm. Ez végtelenül egyszerű. Hogyha nincs választási lehetőséged, akkor nem derül ki soha, hogy szerete vagy nem. Úgy fogalmazta ezt meg Aha. Egy, egy etika tanárom még ez az egyetemen volt, hogy ha impotens vagyok, akkor az nem egy nagy érdem, hogy nem csalom meg a feleségemet. Hisz uh -huh. nem tudom. Ez, ez tökéletesen ideillik ez a példa. Hogyha nem tudok választani kettő közül, az egyik elvezet tőled, a másik közelebb, akkor soha nem derül ki, hogy valóban szeretlek-e. Uh -huh. Ezt hívják hazugságnak, amit csinál a hívők nagy része, a kereszténység nagy része, azzal, hogy csak tátog, hogy halleluja, meg ámen, meg nekem mindenem Isten szava, meg mit tudom én mi, de a cselekedeteikkel egész más csinálnak, és nem azt, ami kedves az ő szemében. És ugyanezt csinálja az emberek többsége is, a partnereivel, a barátaival, meg mindenkivel. Mond egy dolgot, de a cselekedetei demonstrálják, hogy nem szereti. Úgyhogy ez minden csak ugyanoda vezet vissza. A tetteid mutatják meg, hogy te valóban szeretsz e vagy nem. És akkor gondolkozz már azon, hogy miért nem csinált egy olyan világot, ahol nem kell enned, meg innod, vagy nem lennél mm -hmm. fáradt soha, lehetne simán egy olyan világot mm -hmm. teremteni, hisz bármit meg mm -hmm. tud csinálni. Mm -hmm. én, én elmondom neked, hogy szerintem miért azért, mert ezek korlátozó tényezők, amikkel tud minket korlátozni, meg ellenőrizni. Hogy kiderüljön, hogy kinek hol van a szíve. Ugyanis, ha nem, lenne, nem kellene ennünk, meg innunk, akkor nem érdekelne semmi. Meg nem lennék fáradt soha. Csak mennék, azt űzném, persze nyilván lenne más ö, nehézség vagy kontrolltényező, de valamilyen kontrolltényezőnek lennie kell. És szerintem ez, ez pontosan ezért volt. Így az emberiséget lehet kontrollálni. Mm -hmm. És nem az a lényeg, hogy ah, ő most csak kontrollálni akar, meg ő akar mindent irányítani. Azt akarja látni, hogy hajlandó vagy -e áldozatot hozni azért, ami jó, ami helyes, ami igaz abban a világban, ahol élsz, ebben, ahol mi élünk most. Hajlandó vagy -e áldozatot hozni azért, ami igaz, és amit ő megmutatott, hogy helyes. Vagy nem. És a többség az elbukott ebben a ebben az egész próbatételben. És most a világ, ha kinézel, meg megnézed az internet, akkor látod egyértelműen, hogy az ember csak mennyire gonosz. Azt akarja látni. Én úgy tudtam, hogy ő minden tudó. Igen. Tehát miért állítja fel ezt a tesztpályát, ahol ő ezt jól leméricskélheti? Mert nem lehet olyan lényeket teremteni, amilyet ő szeretne. Nem lehet olyan társ lényeket teremteni, akik az ő képére és hasonlatosságára jöttek létre, akikkel aztán az örökké valóságig együtt van, anélkül, hogy valahol lemérné, hogy ki az, aki valóban őt választja. Valahogy tudnia kell, hogy... Érted? Én összeségében... ő Tudja, hogy... Igen? Az bocsáss meg, ezt csak annyit akarok még, hogy ő tudja, hogy én vagy te a végén hol leszünk, és mit fogunk választani. De ha ott, ott fogunk állni előtte, és ez az egész csak egy szimuláció lett volna, és te végig fekszel egy ilyen kabinban, uh -huh. és semmit nem csinálsz, akkor azt mondanám neki, hogy nézd, lehet, hogy te tudtad, hogy én ezt választanám, de nem választottam, mert nem volt rá lehetőségem. Ezért teremtett egy fizikális világot, és a végén, mikor ott fogok állni, azt fogom mondani, hogy így vagy úgy, vagy akárki, én ezt csináltam, én ezt választottam, és ezért vállalom a felelősséget kényszerűen, és erről van egy dokumentáció, egy tény, az egész emberiség történelme az. Szóval szükség van egy világra, nem lehet csak elméletben. Mert mondhatnánk azt, hogy a teremtés előtt is tudta, hogy ki lesz ott. Igen, de uh -huh. meg kell, hogy csináljam ahhoz, hogy a végén engem, uh -huh. hogy a, a test rá kényszerít arra, hogy te döntéseket hozzá. És nagyon nehéz nem a nagy csak itt zabálni egész nap és ülni a YouTube rövid videókat, pörgetni a hüvelykujjaddal a szabadidődben, hanem neki ülni, olvasni valamit, vagy meghallgatni egy podcastot, ami érdekel, vagy tanulni, vagy diplomát szerezni, vagy menni tovább, nem? Én nem, azt nem érzem, néz senki. Bocsánat, mondjuk. Szerintem meglepően fatalistának tartom a modelledet, illetve rendkívül determinisztikusnak. Tehát, hogyha eleve ott, ott vagyunk, hogy Isten előre tudja, hogy te majd hol fogsz végezni ebben a játékban, de azért a játékot végig kell játszani, akkor azért feltenném a kérdést, hogy hol van abban a te szabad akaratod. Illetve a fatalizmust arra értem, hogy az egész annyira, annyira korlátozott, annyira, tehát hogy pont a vallásosak szoktak nagyon érvelni, hogy a szabad akarat az egy ilyen, hatalmas indetermináció a rendszerben, tehát egy hatalmas ilyen megjósolhatatlan tényező, ahol ahol tényleg te a saját kezedbe veheted a sorsodat és dönthetsz így vagy dönthetsz úgy. Ehhez képest, amit leírsz, ott tényleg ez egy olyan rendszer, ahol még az Istennél is nagyobb törvényszerűségek vannak, az Istent is köti korlátok, az Isten megpróbálja, amit tud, teremt olyan lényeket, amiket egyáltalán lehet ezek szerint, a törvények szerint, amiket nem ő hozott létre, tehát igazából nála is nagyobbak, ami külön kinyit egy filozófiai érdekes ajtót, és aztán végigjátszuk ezt a játékot, és és, és, kvázi minden determinált, vagy ha nem is determinált, nagyon precízen, de úgy nagy vonalakban olyan, olyan szintű korlátok vannak felállítva, amik nemhogy az ember, de még az Istent is kötik, hogy, hogy a, a, lényegi részei a kimenetnek determináltak. Például, hogy ki üdvözül, ki nem üdvözül, ki kárhozik el. Ez, ez, ez nekem, nekem, ez nagyon érdekes, hogy egy, hogy egy ez egy ateistákat megszígyenítően determinisztikus rendszer. Nem tudom, hogy mit, mit értesz az alatt, hogy determinált. Ha azt, azt érted, hogy ő előre meghatározta, hogy ki mit fog választani majd a végén, akkor én nem ezt mondtam, de feltételezem, hogy te azt se ezt de mondani. de, Tehát azt nem határozta meg, hogy ki mit fog hát dönteni. akkor nem determinát. Ez az úgynevezett szabad akarat. Igen, a determinisztikus egy kicsit erős szól. A törvény a, miközben azt nem határozta meg, hogy a konkrét... Az nincs determinálva, hogy, a, hogy minden egyes konkrét ember konkrétan milyen cselekvéseket fog végrehajtani, ám de a lényegi kérdésben, ami az üdvözülés vagy elkárhozás a vallás szerint, ebben a kérdésben viszont fel vannak állítva olyan falak, hogy miközben te úgymond szabadon mászkálhatsz a világban is hozhatsz döntéseket, de közben tényszerűen tudjuk, hogy minden egyes ember bűnöket fog elkövetni, és ez ellen még az Atyaúristen sem tehet semmit. Tehát az Nem. emberek tömegének a, 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 kárhozata ellen még az Atyaúristen sem tehet semmit ebben a te világodban. És, és ja, ilyen értelemben akkor igenis felmerül a kérdés, hogy. Megéri ezt az életet akkor leélni. Tehát Jó ötlet azt Ülöm, a lelket létrehozni. Jó ötlet az azt a lelket létrehozni arra a sorsra, hogy aztán vágóhídra kerüljön. Etikus dolog bár... ez. A az összes az össz eredménye az inkább pozitív vagy inkább negatív. Egy ember, egy lélek megszületik, ér 60 évet, bűnös mert nem tud nem bűnös lenni, és aztán kárhozik és szenved mondjuk még egyszer ugyan a nyévet aztán, aztán meg szépen annihilálva lesz. Aki az a lény, aki ezt a rendszert mozgásba hozza, elindítja, megteremti, működésbe lépteti, ez egy etikus lény egyébként? Mert az a gyanúm, hogy itt szerintem úgy nettó több szenvedés jön létre, mint amennyi jó érzés. És akkor szerintem ez egy elég szadisztikus modell. De ezt nem ő csinálja, hogy te azt választod, vagy az ember azt választja. Ezt az ember ezt választja, és annak szenvedi a következményét. Nem ő mondta de, ezt, azt, hogy de, de azt a törvényt, hogy hogy szabad akarat és emberi természet mindenképp bűnt fog létrehozni, és az emberek nagyon nagy százaléka elkározik, azt, azt lefektettük, hogy ez a törvény még az Istenen is felül áll. Mert ha tehetné, akkor teremtene olyan embereket, akik mondjuk nem bűnöznek, és közben mégis szeretnek. De nincs értelme, olyanok olyanok vannak, azok ilyen robotok. Igen, tehát, hogy ezt mondom, hogy itt it it mindenki, mindenki áldozata ennek a rendszernek, és akkor az Istennek egyetlen egy döntést kellene meghoznia, hogy ilyen körülmények között én teremtsek embereket, teremtsek lelkeket, vagy inkább ne. És az a, az Igen. Az a benyomásom, hogy ilyen mérleggel hogy mondjuk 90%-uk elkárhozik, ahol hatalmas szenvedéseket kell elszenvedniük valamilyen perverz igazságrendszer szerint. Ez nem uh, perverz. Akkor nem perverz, Milyen de, a perverz. de, ke de el hát kell Ez, hogy ne lop, ne bőj, ne hazudj, ne csaj, ne paráznák, hogy... Ez Tehát, hogy egy, egy, olyan rendszer, ami ilyen, ilyen, korlátok közé van szorítva, hogy megteremtek tíz lelket, és abból kilenc úgy el fog kárhozni, akkor, akkor én, mint felelős, etikus, szeretetteljes lény megkérdezném, hogy hm, létrehozzam egyáltalán ezeket a lelkeket, vagy akkor inkább nem. Vagy akkor egyébként, én ha te. meg olyan okos vagyok, hogy tudom előre, akkor a tízből kilencet, aki majd tudom, hogy elkárhozik, nem hoznám létre, hanem létrehoznám a tízből tizediket. Hát igen, csak és... nem lehet olyat csinálni. Mert ugye az ember szaporodni fog, szóval nem tud, most mit akar... Nem, te, nem teremtgetheti meg azokat az emberek. Az életen vég kell menni, és az élet így működik, hogy az emberek születnek. De ezt a is Isten hozzá. Például Igen. az, hogy szapor, ahogy a szaporodás hogy működik, ez mind ez Isten végtelen lehetőség közül kivál De Az arany, legyet, hogy az arany azért értékes, mert ritka, kevés van belőle, nehéz megmunkálni, nehéz megtalálni. Ezért. Ez, ez me ez, ez, az ez, igazakkal ez, is. Ez, de ez már egy fizikai világból vett hasonlat. Ez a hasonlat, amit te mondasz, ez már Egyszer. ebből az Isten által szabadon kiválasztott modellből következik. Ez Isten választott volna a másik modellt, ahol, ahol minden értékes, nem csak az, ami ritka. Az egy tanulság számunkra, hogy azok az emberek, akik nem az ő igazságát választják, hogy járnak. Ez római a levél 9 fejezet 22-től erről ír, hogy a kározott edényei figyelvén az ember a, a megmenekülés előedényei edényei, vagy a üdvösség edényei, azok látják azok a pusztulását, és örvendeznek, hogy nekik nem ez a sorsuk. Szóval minden egy tanulság. És azt nem tízből az, kilenc ember csak azért létezik, hogy a tízből tizedik örülhessen annak, hogy ha az én üdvözülésem milyen ritka, tehát értékes. Mert hogyha a tízből kilenc ember, ember pokoli szenvedése, a pokol az égése, az megéri azt, hogy a tízből tizedik jobban érezze magát, és így lenéz. Há, igen, de ritkák vagyunk mi itt a mennyben. Örüljünk egymástak, mert nagyon kevésen belülünk. Nem feltétlen csak ezért, ez az egyik, mert ugye választhatná jót is, szóval nem mondja neki senki, hogy forduljon el, meg csinálja a hülyeséget, de azt csinálja. Ez az egyik, a másik pedig, én nem feltétlenül úgy gondolok rá, hogy én boldog vagyok, hogy azok elpusztulnak, ha egyáltalán ez úgy lesz a végén, de mindenképp, nézd! De, de, bocsánat, csak Egy hogy minél több ember kárhozik el, annál ritkább az üdvözülés, tehát annál értékesebb. Ez így van. Tehát tulajdonképpen van. még sokkal jobb lenne, ha még kevesebb arányban üdvözülnének. Még legjobb lenne, hogyha százezer csilliárd-billiárd ember létezne, és mondjuk csak három darab üdvözülne, Na, hát az persze, aztán de ez, annyira értékes lenne. Hú. Ez, ne, ez nevetséges, de, de, hát, de a hát, lényeg az, mondom. hogy hát, akár. Tőlem lehetne úgyis, de nem úgy van. Szóval most, a, a, ha ha, így, ha hogy így lenne, ha úgy lenne, akármi éneken kitaláltunk fiktív valóságokat. De ez így van, ahogy most van. Szóval a lényeg az, hogy választhatná mindenki azt, ami helyes. Mindig vissza fogunk térni ide. Minek, ez, ez olyan basic uh -huh. bibliai igazság, hogy az ember ráza az öklét Isten felé, hogy ő a hibás azért, mert ő csinálja az ökörséget, meg választja azt, ami gonosz. Csináld azt, ami jó, és akkor nem lesz így. De még egy dolog. Nem lehet. De miért olyan nehéz megérteni? Szerintem ez az, az a liberális gondolkodásmód az, ami az emberek elmét megfertőzi az ügyben, hogy a büntetés az valamiféle negatív dolog. A büntetés az nagyszerű dolog. Mindenféle formája. A büntetés az, ami miatt én olyan lettem, amilyen lettem. Ha úgy neveltek volna fel, mint ahogy látom, nevelik a gyerekeket ma, akkor nem lennék sehol. Nem csak én, hanem senki nem lenne sehol aki valaha elért valamilyen eredményt bármiben is. Ugyanis Usain Bolt nem azért lett 100 méteres síkfutó a legnagyobb a világtörténelemben, mert mindig azt mondták neki, hogy a csinálj, amit akarsz, fiam, meg mindenki, aki versenyez, az, az aranyérmet kap, hanem azért, mert voltak következményei a cselekedeteinek, és megtanulta a fegyelmet valahogy. És nem lehet fegyelmet tanulni büntetés, és a büntetés félelme nélkül. És én nem félek kimondani azt, hogy a büntetés az egy pozitív dolog. És azzal nem is tudnék jobban nem ért, egyetérteni, hogy a szeretetnek az ellentéte a félelem, a szeretetnek az ellentéte a gyűlölet. A félelem és a szeretet az mindkettő szükséges ahhoz, hogy az ember rajta legyen a pályán. Hogyha nem lenne következménye a cselekedetemnek, akkor nem csinálnám azt, amit ő akar. Mert annyira nem jó senki. Mint ahogy ez így van a világban is. Szerinted, hogyha azt mondanák holnap, hogy jó, mostantól megszüntetjük a BTK-t, mert olyan liberális világban élünk, hogy nem értünk egyet a büntetéssel, mert szerintünk, hogyha vége, rongyosra beszéljünk a szánkat, akkor majd meg fogunk téríteni minden rablót, gyilkos, csalót, politikust, gyilk... mit, mit tudom én, milyen vérfertőzőt, meg ezeket az embereket. Szerinted, az hosszú távon eredményezni egy olyan világot, ahol majd azzal a rózsafüzérrel a hajunkba ugrándoznánk, hogy uh -huh. ah, mindenki csak a jót fogja csinálni, mert megbeszéljük majd vele, hogyha nem. Majd leültetjük, hogy 100 millió forintot miért kellett elcsalni az út alapból. Biztos meg fogja érteni majd. Uh, nézd. A praktikus részét tekintve 80%-ban egyetértek ahol ez a hasonlat az kifejezetten az Isten kontextusában megbukik, az az, hogy amikor véget ér a földi élet, és ezt nem én találtam ki, hanem Isten találta ki így ezt a rendszert, akkor kvázi az események sora véget ér. Tehát onnantól már rohadtul mindegy, Úgymond a dolgoknak a következménye. Annál is inkább, hogyha valakit elkárhoztatsz, és ha jól tudom, a te modelledben úgy van, hogy először jön egy kárhozat, aztán pedig egy végső megsemmisülés, tehát tehát hogy van egy szenvedésrész, aztán pedig delete, az adott lélek megszűnik létezni, tehát még csak nem is az van, hogy örökké létezik, de ez, vagy örökké szenved, ez még nem is számít. Onnantól kezdve, hogy vége van úgymond a cselekvésnek, és nem éljük tovább a fizikai világban, amit te is oly fontosnak bélyegeztél, a fizikai életünket, onnantól kezdve halál mindegy, hogy valakit megbüntetsz -e vagy nem, mert aznak már utána semmilyen következménye vagy hatása nincs. Teljesen mindegy. Fölvehetnéd a bűnös is a mennyországba, és akkor mi van? Semmi. Ott, ott örülünk neki, hogy menj be, vagyunk, dicsőítjük Istent, vagy akármi. Vagy akkor ott a mennyországban lenne, egy, lenne az emberek, ez egy egyszerű. ferde szemmel a, 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 a bűnös, de mégis felvétetett emberekre, hogy neki nem nincs, kéne nincs, itt lenni. Miért nincs milyen, minden? Milyen kellemetlen ez nekem, hogy ő is itt van. Mi, miért nincs minden hajléktalan ott nálad abban a lakásba? Mert az én lakásom az korlátozott. Miért Jó, akkor miért nincs a ott három másik? Kezik? Vagy amennyi belefér? amennyi még kényelmesen el. Hát, mert az én személyes erőforrásaim is limitáltak. Jó, De miért úgy tudom, hogy a ilyen emberek... limitációk nincsenek. Nem, az a lényeg, az a lényeg, hogy azt akarom mondani, hogy miért nincsenek, vannak emberek az életedben, akikkel nem szívesen találkozol? Persze, mármint, hogy hát, Jó, akikkel nem szívesen lapokat... találkozom, azokkal nem találkozom. Na, miért nem? Hát, mert nem jó érzés Mi... számomra. Látod, hát akkor minek vinni a bűnöst a mennybe, hogyha a bűnösnek az a lényeg, hogy nem azt csinálja, amit ő szeret? És akkor... Minek akarná azot? És akkor nem? Isten, egyébként ennyire könnyű kizökkenteni az ő érzelmi stabilitásából, tehát így tele lenne a mennyország bűnözőkkel, és akkor Isten így jaj, de rossz nekem, itt van ez a csávó, ez például itt uh, egyszer ellopott egy kóbászt egy osamból, nem, ez, ez egy hú, természet, Ez nem csak az a lényeg, hogy ellopsz egy kolbászt. És akkor az, és az egy, az egy idő után Isten így, Isten így lemerül érzelmileg, hogy hú, most egész nap itt lógtunk a felhőkön ezekkel a bűnösökkel, most, most már ez nekem annyira leszívott elmegyek a szobámba aludni inkább. Tehát, hogy ez az Istenről Biz egy ezt olyan ezt mondanom, antropomorf ez, ez. embermásolatú modell, ami, ami szerintem nevetséges. Egy, egy Ilyenkor egy nagyon gyenge Istent festesz le, aki, hogy így, jaj, nem akarok ezekkel a pondró emberi lényekkel lenni, mert ők bűnöztek, és akkor így ez nekem így kellemetlen. Istennek lehet egyáltalán kellemetlen érzést okozni? Nézd ezeket, hogy kellemetlen, meg érzelmi alapú ezeket, te találtad ki most, én ezekről nem beszéltem. Én csak azt mondom, hogy, hogy senki hát nem, 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 szeret, nem Bocsánat, hogy... te hoztad azt a hasat. te kérdezted tőlem, hogy én miért nem lógok olyan emberekkel, akiket nem szeretnék, mert az nekem kellemetlen. És nem? akkor mondtad, hogy akkor Isten se lógjon. Tehát ezt az analógiát, ezt állítottad fel. Az, azért, azért nem, mert azok az emberek nem őt választották. Szóval minek legyek olyannal, aki nem engem választ? Teljesen logikátlan, amit, amit szeretnél, hogy legyen. Nem is tudom, hogy, hogy gondolod, hogy... Na jó, de hogyha az, embernek hogy az, fog... az, ember meghal, és, és rálát erre a dologra, hogy hello, a, 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 a ugye, a, hogy éneket a tankcsapbe, hogy balra a második ajtó, ha a pokora kívánsz jutni, Ö, megnézed, látod, hogy ott a gyehenne üze van, borzasztóan kellemetlen lesz neked, viszont, hogyha ö, a Szentpéter szigetekre már be van fizetve az útja önnek, akkor meg erre menjél, és ott meg tök jó lesz. Gyanítom, hogy sokan így átértékelnék ezt a dolgot, csak hát Isten megtette azt a nagyon kedves gesztust, hogy ezt az egészet elrejtette a halálfala mögé, és azt mondta, hogy és, tehát először nem férsz hozzá az információhoz, akkor szabad akaratod van, majd hozzá férsz hozzáfér. az információhoz, hogy már nincs szabad akaratod, mert hiába, már meghaltál és látod, akkor már nem gondolhatod meg magad, miután Haltosan, már ez a lényeg hozzáfér. El kell hinned. Nézd, hát egyébként az nem igaz, amit mondasz, ugyanis a Lukács könyvében valószínűleg ismered a, a koldus és a gazdag ember példázatát a 16-os fejezetben, ahol azt mondja maga Ábrahám, ugye végül is ez egy példázott, de a lényeg az, hogy azt mondja, hogy ha, ha a halottak közül egy visszatérne hozzájuk, mikor, mikor a gazdag ember a, bejut a, a pokolra lényegében, és mondja, hogy küldjél valakit vissza, hogy figyelmeztesse a testvéreimet. Uh -huh. A halottak közül, ha valaki visszatér, akkor majd megtérnek. És ő azt mondja Ábrahám erre, hogy ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Ami azt jelenti, hogy az nem úgy van, amit te mondasz. Az embereknek de akkor, mindegy. De ha valaki csak nem jók, nem akarnak jók lenni, nem de választanák. Ha Mózes a jók. és a próféták és az atya Úristen sem tud meggyőzni. Akkor ott valami olyan erős törvényszerűség működik, amit hogy kérsz számon utána az individumon? úgyhogy legyőzte ezt Jézus, meg legy le fogja győzni ezt több millió ember a végén Te aki. Tehát akkor hogy Jézus egy különleges kategória. De lesz több millió ember aki legyőzik. Oké, okay. és mi a különbség a több a legyőz azon emberek között akik legyőzik ezt, meg azok akik nem győzik le? Mi ez a? Alázat, engedelmesség, szeretet. Például. De számos más? Nézd, mi a különbség egy ö, olimpiai bajnok 10 km-es okay. úszó, meg az összes többi? Miért, miért? Elszántság, van? áldozathozat, áldozatkészség, céltartás, lemondás, érted okay. ezek mind. Ugyanez kívánja okay. ez. Ezek, ezek hozzávalók. Értem, miért van bizonyos emberekben ez meg, másokban pedig nincs? Ezt lehet, hogy a genetikai lottónak lehetne betudni leginkább. Oké, okay, és ki És Tudom, hogy ez a a genetikai hakszik, mert Az lesz, hogy a miért nem, akkor mindenki azon. Azt én mert nem, az kész. <laughs> Ilyen a világ. Ki, ki teremtette a genetikai lottót? A genetikai lottó ez az életnek a része. Igen, amelyet Isten hozott létre. Szóval az Pontosan. egész, az egész a, a, a te rendszeredben az egész Isten tetteinek és döntéseinek a következménye. Plusz vannak bizonyos korlátok, amiket még, amik még Isten is kötik. Annyiban, hogy tehát, a teremtő. De, tehát, egy egy hogy nem elvészen, de tehát hogy tehát hogy nincs a képletben olyan, amit, hogy a, amit az ember számlájára tudnék írni. Az ember Ez egy mozgásba igaz. hozott gépezetnek a következménye, a, az Isten elindította a rendszert, a bizonyos ö, Limitációk közepette, létrejött a genetikai lottó, vagy az akármi, teljesen mindegy, én aztán a bennem lévő szeretetet, alázatot, törvénykövetési hajlamot, engedelmességet, én, a, én azt nem, nem választom. Ha, ha lenne előttem egy ilyen potméter, és, és tudnám, hogy hogy kell ezeket föltekerni ahhoz, hogy üdvözüljek akkor föltekerném. Szóval de, van, de, de, létezik ez a potméter. Itt én erről beszélek több... De én eldönthetem, a, én eldönthetem óta. a vágyaimat, én eldönthetem a személyiségemet, hát a karakteremet. Én is eldöntöttem. Nézd, azt hiszik az emberek, hogy, hogy ez olyan nagy dolog. Mikor megértettem az igazságot, az előtt, mi a, a másik életemben, én végigcsináltam mindent, amit mindenki más csinál. Én végig ittam, végig drogoztam, végig az egész életemet. De tényleg, ez volt az életcélom. Playstation ezek, meg a hülyeséget csináljam. Uh -huh. És aztán megértettem az igazságot, mert megmutatta, és ott álltam egy útelágozásra, hogy választom azt, ami helyes, vagy megyek a tóba az összes többi emberrel. És én ezt választottam, és itt vagyok. És azt nem azt jelenti, hogy én a végén a jó oldalra kerülök, de most itt vagyok. Ez rengeteg áldozattal jár, fegyelemmel, elszántsággal, mindennel, amit ő ad, ha kérem, és igyekszem azt használni a gyakorlatban. Ez egy fenomenális rendszer, amit kitalált. De azt hiszem egyetértünk, és ugyan... hogy, aki, a, hogy ugyan, ha, val ha egy másik embert ugyanezeknek az ingereknek kiteszünk, akkor lehet, hogy másképp dönt. De, de nézd, miért nem mindenki akkor olimpiai bajnoksúlyemelő. emelő? Mert akkor kéne valaki, aki több annál, mert akkor az lenne az átlag, érted? Ugyanígy reklamálhatnánk, hogy miért nem lesz mindenki hip-hop sztár, vagy, vagy film sztár? Azért, mert nem, mert ilyen az élet. Ha mindenki az lenne, nem lenne értelme az életnek hogyha mindenki úgy élne, mint Stephen Hawking abba a tolószékbe, akkor az lenne a baj, hogy miért így élünk. Most, hogy van lehetőségünk választani, most az a baj, hogy miért van lehetőségünk választani. Ez csak így van és kész. Ilyen a világ, amit teremtett. Nem is lehetett volna egyébként jobban kitalálni, szerintem, akár mennyit filozofál itt bármiféle hmm. filozófus, hogy így vagy úgy. Hát ez mutatja számtalan meg... Számtalan módon lehetett volna jobban kitalálni. Ja. De Igen, de mi ami azt jelenti, hogy nem lehet jobban. De azt akarom mondani neked, meg mindenkinek, aki hallgatja. El kell engedni ezt az áldozat gondolkodás hogy a körülmények áldozata vagyok. Ez nem így van. Mindenki választhatja azt, ami helyes, az alapján, ami le van írva. És kész, easy, ami miatt nem azt választod, az a lázadásnak a szellemisége. És ki? Hát azt hiszem, Eldöntetet. akkor megtaláltuk, hogy mi az, amiben nem értünk egyet. Én, én maximálisan nem értek egyet ezzel, hogy bárki bármit választhatna, és szerintem egyébként körülbelül két óra pszichoterápia elég arra, hogy rájöjj, hogy még azt sem tudod, hogy tegnap miért mentél le a boltba. Tehát annyira egyszerű, annyira röviden fel lehet ismerni azt, hogy a legtöbb embernek fogalma sincs, hogy mit, miért csinál, a, a, a döntésének kávé egy a így van. tudatos. Tehát. És ez, ezek után meg ebben a rendszerben, ahol mindent az Isten teremtett, és még őt is bizonyos korlátok kötik, ahogy leírtad, innentől az emberen számon kérni, és ilyen. De az ilyen kinek a hibája, amit most mondasz? Rá, akár az özönkészetben Ez hogy egy hogy át egy százalékát, egy százalékát tudatos. Ez kinek a hibája? Hát Nem ki az ember hát, hát ki teremtette De a, miért a, te a az agyműködést, meg a szólék a tudatos? De te is persze, ebbe tartozott ennek... Persze. Igen? Persze. Le Jó. Lehet, lehet hogy nálam, mivel rengeteget foglalkozom introspekcióval, lehet, hogy nálam mondjuk öt... De, de mindegy is a számok, érted, hogy a számok csak érzékeltetésképpen vannak, de hogy nagyon... És hogy az emberi pszichét nem... A, a, az Isten teremtette olyanra az emberi pszichét törvényeit, meg az agynak a törvényeit. Szóval én, én ezt látom be nagyon nehezen, hogy hogyan tudjuk az ember uh, számlájára írni mindazokat, amiket, amiket elszenvedünk. De azt hiszem, hogy értjük akkor, hogy hol van köztünk nézeteltérés, meg... Igen, ebben értjük. Uh, De neked menned kell, hogy sajnos be kell fejeznünk, úgy attól tartok. Ó, tényleg, igen. <laughs> De én örülök, Péter, hogy beszéltünk, meg annak is, hogy végül találtunk valamit, amivel nem értünk egyet. <laughs> és bízom benne, hogy majd még később találunk talán még többet, meg más témákat, aztán sikerül ezt folytatnunk, és én megköszönöm hmm. mindenkinek a, a figyelmet, aztán ha Péternek van kedve, akkor én, én nagyon szívesen folytatom. De én elbúcsúzom ezen a ponton, és én köszönetet mondok az Atyának azért, hogy velünk volt ismét, és lehetővé teszi ezt, hogy, hogy egyáltalán ezek a beszélgetések még megtörténjenek. De átadom a szót Péternek, hogy elbúcsúzzon, meg elmondja, hogy hol találjátok meg és aztán legközelebb folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Jövök szívesen még, hogyha úgy adódik. Létkedésekpodcast.hu-n van a Létkedések podcastnak az összes elérhetősége. Lehet, hogy oda töltöm fel, vagy lehet, hogy a YouTube csatornámra, ami egyszerűen Szilvai Péter név alatt fut, ezt majd még eldöntöm. Ennyi. Köszönjük, minden jó. Reméljük, hogy folytatjuk. Sziasztok!